Idén vízkeresztnapján szentelték püspökké Felföldi Lászlót, aki az egyházi és kormányzati vezetők előtt megtartott ceremónia keretében vette át a pécsi egyházmegye irányítását. Az új főpásztor akkor úgy fogalmazott, hogy az első évben Baranya és Tolna megye lakosaival, közösségeivel, önkormányzataival szeretne megismerkedni, hiszen az emberek élete a kapcsolatokon, a párbeszéden, a jelenléten múlik. Ebből lesz család, otthon, és ebből lesz jövő, amin közösen elindulhatunk, fogalmazott a főpásztor. Nagyon köszönöm, hogy befogadtak, és hogy elfogadtak, és bárhol találkozunk, az az érzésem, hogy egy ilyen igazi nagy családi találkozón veszek részt. És valójában ez a karácsonynak is a lényege. Ezt éljük a hétköznapokban, a családoknak az igazi ünnepe. Azt gondolom, nincs olyan család, amelyiket a karácsony belsőleg, külsőleg nem mozgatna meg. És a családnak, a közösségnek a lényege a kapcsolat. Karácsonykor Isten egészen közel jön hozzánk, gyermekként, kapcsolatba akar velünk lépni, bármilyen körülmények között és bárhol is élünk. Ez a főpásztor szerint karácsony üzenete. Azt szeretném, ha mindenki valahol a szíve legmélyén átérezni, hogy Isten kapcsolatba akar velem lépni, és rajtam keresztül, és ezáltal a kapcsolat által én is jobb kapcsolatban legyek mindazokkal, akik mellettem vannak, akik velem élnek. Ez az emberi életnek, a békének, az örömnek az alapja. Ezt mindnyájan tudjuk, de a kapcsolaton dolgozni kell, tevékenykedni kell. És ez adja a karácsony, ebben erősít meg, és hiszem, hogy ez visz bennünket tovább. Ebből születik a szeretet, a béke és az életünk tápláló ereje, az Istennel kapcsolatban levő ember öröme és biztonsága ebben a világban, mondta karácsonyi üzenetében Felföldi László megyés püspök.